Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Grúz vállalkozások képviselői Baranyában turisztikai és borászati szakemberek látogattak megyénkbe. Mintegy 120 program várja az érdeklődőket, indul a 6. Zsolnai Fényfesztivál. Átvették a csapatzászlót a sárkányhajósok, ünnepélyes gyűlést tartott az egyetem sportirodája. Fontos a helyes nyelvtudás, anyanyelvi tábort rendeztek Pécsen. Grúz vállalkozások képviselői látogattak Baranya megyébe a helyi iparkamara meghívására. A vendégek a Kárászi Pálinka főző üzemben jártak szerdán, ahol a gyümölcspárlatok készítésével ismerkedhettek meg. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egy nemzetközi együttműködés keretében fogadta a turisztikában, borászatban dolgozó szakembereket. Érkeznek a grúziai, vagy ma már hivatalosan georgiai vendégek Kárászra. Itt egy pálinka főzdében várták őket, hogy bemutassák az üzem működését, termékeit. Olyan idegenforgalmi és borászati vállalkozások képviselői ők, akik szeretnék megismerni a magyar, illetve a baranyai vállalkozások működését a szakterületükön. Lehetőséget kapjanak megismerni a másik országnak az adott szektorban, így a turisztikában és a borászatban megtalálható jelenlegi, a legmodernebb különböző technológiákban, és milyen kis vállalkozások vannak, akik ezeken a területeken dolgoznak az adott területen. Ezért is a most érkezett georgiai delegáció keretében 8 vállalkozás érkezett, 4 borászati, családi vállalkozás, illetve 4 vállalkozás, aki alapvetően turizmus területén utazásszervezés, hotelmenedzsment és borturizmus területén tevékenykedik. Több vállalkozást is bemutatnak nekik. A georgiai delegáció látogatást tett a Trust Hungary ZRT-nél, jelenleg pedig a Gáti Papa szeszfőzdében vagyunk, ahol megismerhetik a pálinka főzésnek a rejtelmeit, illetve el fogunk látogatni egy baranyai borászathoz is, és lehetőségük lesz a baranyai cégeknek is megkóstolni a georgiai borokat, hiszen az eset egyik része lesz egy georgiai borkóstoló. Ezt majd a borászati látogatáson tehetik meg a vendégek. Kárászon azonban a magyar gyümölcspárlatokat kóstolhatták a delegáció tagjai. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egy nemzetközi együttműködés keretében fogadta a georgiai vendégeket. Bonyolult, gyorsan változó és veszélyes határőrizeti operatív helyzet alakult ki, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bakondi György kifejtette, bonyolult, mert küzdenek az illegális migránsokkal a déli határon, továbbá nagyon fontos, menekültekkel összefüggő kormányzati feladatokat kell teljesíteni, és az ukrajnai háború miatt a honvédség erőinek határbiztosítási feladatai is vannak. A gyorsan változó helyzet azt jelenti, hogy napról napra újabb és újabb, addig nem tapasztalt események következnek be a határon és annak közelében, mondta a főtanácsadó. Mintegy 120 program, sok ezer négyzetméternyi vetített felület és nemzetközi fényfestőverseny. Többek között ezek várják az érdeklődőket a július 7-e és 10-e között a Baranyai megyeszékhelyen zajló 6. Zsolnai Fényfesztiválon. Az ország első és egyetlen fényfesztiváljára 100 000 látogatót várnak, és világhírű fényművészek mutatják be munkájuk legizgalmasabb darabjait. Már javában tart a különböző szerkezetek összeszerelése a Székesegyház előtti téren. Július 7-e és 10-e között ugyanis immár 6. alkalommal rendezik meg Pécsett a Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény programjai 21 óra 30 perctől indulnak. A fény útja állomásai ekkor kapcsolódnak fel először. Az egyik legnépszerűbb elem a fényfestőverseny. A Székesegyház homlokzatára vetített alkotásokat viszont csak péntektől láthatják az érdeklődők. Idén egyébként 17 ország művészei neveztek a megmérettetésre. Az előzsűri ki is választotta az 5 legjobbat, akik majd a fesztiválon mutatkozhatnak be. Ők egy magyar, egy német, egy francia, egy spanyol és egy tájföldi alkotó lesznek, és továbbra is a Székesegyházat fogják nagyon modern formában 3D-s vetítéssel megfesteni, aminek az idei témája a balansz, vagyis az egyensúly. Emellett a fényhez kapcsolódó kiállítások, installációk, kézműves foglalkozások is várják a látogatókat. Napközben pedig a Zsolnai negyedben és a belvárosban is színes programokkal készülnek a szervezők. Ezúttal a helyszínek köre is bővült, többek között az új vásárcsarnok épülete és a Jakovály Hasszán dzsámi is része lesz a fény útjának. Halász Kinga stábunknak elmondta azt is, hogy nem kell számítani semmilyen lezárásra a városban a fesztivál ideje alatt.
Arra számítunk, hogy akár 100 000 látogató is kényelmesen tudja majd élvezni a fesztivált. Ennek érdekében a tükebusz sűríti egyes járatait, valamint a parkolást is bővítettük. Az Árkádpécs bevásárlóközpont tetőparkolójában lesz majd lehetőség a parkolásra. Ahogy korábban, úgy idén is fény nagykövetek érkeznek a fesztiválra. Idén lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert gazdagítja a programkínálatot. A vendégek mellett pedig a többi zenei programon is nagy hangsúlyt kap a fény. Az Európai Parlament elutasította az úgynevezett taxonómia rendelet kiegészítése elleni indítványt, mely megakadályozta volna, hogy a gáz- és atomenergia ágazatok bizonyos tevékenységeik környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljenek. Ezzel mindkét energiahordozó biztonságos és tiszta energiaforrás minősítést élvezhet, közölte az Uniós Parlament szerdán. Az Európai Bizottság javaslata szerint a gáz- és atomenergia ágazatok magánberuházásainak szerepük van a zöld átállásban, és hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Átmeneti jelleggel, adott feltételek és átláthatósági követelmények mellett ezért megengedi, hogy az iparág egyes tevékenységei környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljenek. Ha nem emelnek kifogást a bizottsági javaslat ellen, akkor a taxonómiáról szóló szabályozás 2023. január 1-től lép életbe. A nyár folyamán a Pécsi Tudományegyetem sportolói két nagy nemzetközi versenyen is képviselik hazánkat. Az Európai Egyetemek sporttalálkozóját Lengyelországban, míg a Sárkányhajó világbajnokságot az Egyesült Államokban rendezik. Az út előtt ünnepélyes csapatgyűlést tartottak, melyre stábunk is meghívást kapott. Második alkalommal indul a Pécsi Tudományegyetem a Sárkányhajó világbajnokságon, és harmadik ízben vesz részt az Európai Egyetemek játékán. Így a hallgatókból és egyetemi dolgozókból álló csapatok a nyáron Lengyelországban és az Egyesült Államokban méretik meg tudásukat nemzetközi szintéren. Hári József, a PTS sportirodájának vezetője elmondta, hogy a sárkányhajósok egy 150 egységből álló mezőnyben 3000 sportoló között versenyeznek majd. Több kategóriát versenyeznek ezek a srácok, tehát van olyan, hogy 10 fős női, 10 fős férfi, van 10 fős mix, ahol férfiak és nők is vegyesen, és van a klasszikus nagy sárkányhajó, a 20 fős irányítóval, dobossal lévő sárkányhajó, ahol szintén van külön férfi-női kategória, és van vegyes kategória is. Mi megpróbálunk elindulni minden egyes kategóriába, és minden egyes távon. 200, 500 és 2000 méteres távokon zajlanak majd a versenyek. Mint megtudtuk, a távol-keleti országokat és Kanadát lesz a legnehezebb legyőzni. Komoly felkészülést követően utaznak a csapatok, erre a konkrét versenyre tavaly november óta edzenek. Elsősorban, ami nagyon nagy motiváló tényező, az a csapat. Tehát egy nagyon jó közösség vagyunk, nagyon jó társaság, aki ebbe a csapatba belekerül, az általában itt is marad nálunk. És emellett még nyilván ugye az, hogy sportolunk, utazunk, világot látunk, versenyzünk, nagyon jó eredményeket érünk el az utóbbi időben, ez mind-mind motiváló tényező lehet. Az Európai Egyetemek játékát idén Lengyelországban, Lucsban rendezik, de két év múlva hazánk adhat helyet a rendezvénynek. Miskolc és Debrecen közösen fogja majd megrendezni ezt az Európai Egyetemek játékát. Itt is több mint 200 Európai Egyetem lesz majd részt, és nagyon-nagyon sok hallgató, 5000 fölötti hallgató fog majd versenyezni. Az indulás előtti sajtónyilvános csapatgyűlésen megtudtuk, hogy 4 sportágban, asztali teniszben, sakkban, judóban és tollaslabdában képviselik hazánkat a pécsi egyetemistákból álló gárda. Az esélyekről Hári József annyit mondott, hogy Lengyelországból és az amerikai sárkányhajó versenyről is várnak érmet. Új csatorna épül a villámárvizek megakadályozása érdekében a nemrég átadott Hamerli Parkban, közölte a Biokom. A gaz lenyírása után előkerült a zöld gyep, és a fűszernövények is már színesen pompáznak. A területről legalább egy tucat műanyag zsákot töltöttek meg gazzal. A városüzemeltetési cég közleményben számolt be a park soron kívüli rendbetételéről, amely várhatóan hétvégére befejeződik. A kavicsborítás pedig, amit a vihar lehordott, időjárás álló térkőre cserélik. Az átadást követően két erős vihar is lecsapott a városrészre, amely során a kialakuló villámárvizek mindkét alkalommal károkat okoztak a park területén. Ennek oka részben az volt, hogy a rézsűs felületen még nem hajtott ki gyep, illetve a meg nem erősödött lágyszárú növények hiányában a területre zúduló villámárvizek a friss virágágyi felületeken könnyen eróziót okozhattak, áll a közleményben.
Idén 35. alkalommal rendezett anyanyelvi tábort az Anyanyelvápolók Szövetsége. A beszélni nehéz körvezetők találkozójának ezúttal Pécs adott otthont. A megnyitó ünnepségen gyerekek készültek kulturális műsorelemekkel, a felszólalók pedig a helyes nyelvtudás fontosságáról is beszéltek. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Vers, ének, próza és színházi előadás is szerepelt a gyerekek repertoárjában, akik a beszélni nehéz körvezetők anyanyelvi táborának megnyitóján léptek színpadra. Idén már 35. alkalommal rendezi meg ezt a találkozót az Anyanyelvápolók Szövetsége. Juhász Judit elnök köszöntőjében elmondta, hogy mindig szívesen látogat el erre a vidékre, és örül, hogy egy olyan program állt össze, ami a szövetség céljait sűríti néhány napba. A kiejtés jelölésektől kezdve az ének, a vers, a próza, a helytörténeti előadások, a jövőnk gyökereinek fölmutatása, a róluk való megemlékezés, nem sorolom tovább, mind-mind azt jelenti, hogy azt folytatjuk, amibe belekezdtünk sok évtizeddel ezelőtt a nagy elődök nyomában. Póla József az esemény védnöke, ugyan matematika tanár, de mint mondja, számára is fontos a nyelv ápolása. Beszédében úgy fogalmazott, a pedagógusok mint egy munkaeszközként használják a nyelvet, de van ennél egy sokkal fontosabb feladat. A jelenlévők, a magyar tanárok, a magyar nyelvet tanítók, ők sokkal többet tesznek, hiszen őrzik, védik. Ez az elhivatottságuk, ezt a gyönyörű nyelvet. Ami anyanyelvünk. Az ünnepségen elhangzott, hogy a nyelvművelés közéleti befolyása, ha nehezen is, de növekszik. A pedagógusok egyébként egy héten át vehetnek részt előadásokon, és ismerkedhetnek meg Baranyával, illetve a megyeszékhellyel. Hétfőtől visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el a Siklósi Kórház vezetősége az intézmény valamennyi osztályán. A fekvőbetegek számára a hétvégi hazautazás sem engedélyezett. Kanizsai István, a Siklósi Kórház igazgatója elmondta, a korlátozásra a koronavírusos betegek megnövekedett száma miatt van szükség. Hozzátette, a hozzátartozók délelőtt és délután is a portán kihelyezett tájékoztatón szereplő időpontokban küldhetnek csomagot a betegeknek. A látogatási tilalom a Siklósi Kórházi járóbeteg szakellátását nem érinti. Elsőprő sikert arattak a magyar sportolók a portugáliai aerobik világbajnokságon. A felnőtt magyar válogatott a team versenyben és a Mazács Fanni Bali Dániel alkotta duó a vegyes páros kategóriában egyaránt a sporták történetében először világbajnok lett. A trióknál a Mazács Fanni Bali Dániel és Farkas Balázs hármas szintén a dobogó tetejére állhatott. A csoport és az aerodance csapat ezüstérmet szerzett, míg a step aerobik csapat bronzérmet nyert. A sportolók már gőzerővel készülnek a birminghami világjátékokra. Múlt héten a fővárosban edzőtáboroztak, most pedig a pécsi Laubert Dezső sportcsarnokban tréningeznek 4 napot, és szombaton indulnak az Egyesült Államokba. Én mindig a feladatban, meg a teljesítményben gondolkodom, és mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy ki hányadik lesz, meg ki milyen pontot kap, az meg a versenybírók feladata. Én magam is pontozom, sok esetben, ezúttal edzőként voltam a csapattal, úgyhogy ezt mindig azzal utólag foglalkozunk. Az, hogy ezek a versenyzők világbajnokok lettek, most nagyon sok hosszú-hosszú várakozás után, ez azt gondolom, hogy már nagyon megérdemelt volt számukra. Bali Danit szoktam ilyen szempontból kiemelni, mert ő már 10x éve kiérdemelte magának, hogy ő igenis lehessen egy, hát igazából egy férfi egyéni világbajnoki címet érdemelt volna elsőként, de azt gondolom maximálisan kárpótolva van ezzel is, de a többieknél is. Tehát azért sok második hely van mögöttünk, harmadik hely, negyedik hely, és most azt gondolom, hogy összeállt úgy minden. A kormányzati tájékoztató portál múlt heti összesített adatai szerint összesen 4663 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.932.788 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 14 beteg, így az elhunytak száma 46.661 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1.874.932 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 11.195 főre nőtt. Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen, hatósági házi karanténban pedig 428-an vannak.
Baranyában az elmúlt 7 nap során 157 új esetet azonosítottak, így eddig 81.306 koronavírusos beteget regisztráltak megyénkben. Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn rosszul lett, majd éjjel vakbélgyulladás miatt operálták meg a baranyai országgyűlési képviselőt, kulturális államtitkárt. Hoppá Péter szerdán a kórházból jelentkezett be, ahonnan képet is posztolt. Posztja lényege azonban az volt, hogy eloszlasson néhány rosszindulatú pletykát. A fideszes politikus részletesen is leírta ezért, hogy mi történt vele lépésről lépésre. Mivel tüdőgyulladása is van, nem engedték ki a kórházból, de bejegyzésében azt írja, jobban érzi magát és gyógyulnak a műtéti sebek. Sokadszorra is megerősítem, a magyar egészségügyi dolgozók szuper szakemberek, köszönetemet fejezem ki az orvosok és ápolók heroikus, kiváló munkateljesítményéért, írta. A régió híreivel folytatjuk. Erős főszezonra számítanak idén a balatoni rendőrök. A kánikula, a korlátozások nélküli nyaralás lehetősége és az újrainduló nagy fesztiválok ugyanis tömegeket vonzanak a tóhoz. Az egyenruhások munkáját a térségi megyék önkormányzatai, a készenléti rendőrség munkatársai és középiskolás diákok is segíteni fogják. Ezek a felvételek néhány évvel ezelőtt készültek a siófoki Petőfi sétányon. Akkor egy éjszaka leforgása alatt az egyenruhások 646 embert igazoltattak, közülük 5-öt elő is állítottak. 6 esetben szabálysértési feljelentést tettek, 2 bírságot szabtak ki és elkaptak 2 ittas sofőrt is. Azt az akciót a készenléti rendőrség lovas és kutyás szolgálata is segítette. Hasonló razziákra idén is számítani lehet, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón. A fórumon arról is szó esett, hogy a nyári időszakban a Balaton déli partja tulajdonképpen egy 74 km hosszú településnek tekinthető, ahol esetenként 1 millióra is megnő az ott élők és a vendégek száma. Visszajönnek a nagy fesztiválok, ezek biztosítása külön biztosítási tervek alapján fog történni, illetve a Somogy megyei rendőrfőkapitánysághoz tartozik a Balatoni vízirendészeti kapitányság, így az egész Balaton vízfelületének a vízbiztonságért mi felelünk. Ez egy külön kihívás, hiszen egy kánikulai napon akár 200-250 ezer ember is egyszerre a vízbe van. Nem is beszélve arról, hogy óriási rendezvények vannak a vízen, ami speciális felkészülést igényel, gondolok itt a Kékszalagra, mint Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyére, vagy gondolok például a Balaton átúszásra. A balatoni településeken szolgálatot teljesítő egyenruhások, illetve a vízirendőrök munkáját a civil és a szakmai szervezetek mellett középiskolások és a Somogy megyei önkormányzat is segíti. Ehhez a Somogy megyei önkormányzat szerény eszközeivel maximálisan igyekszik mindig hozzájárulni. Kiemelném a személyes personális jó kapcsolatokat a megyei önkormányzat és a rendőrségi és az együttműködő szervezetek vezetőivel, illetve azt szeretném megemlíteni önöknek a sajtó keresztül a közvéleménynek, hogy egy sajátos pályázati rendszeren keresztül a megyei önkormányzat megad minden segítséget ahhoz, hogy egyéb eszközöket is a bűnmegelőzéshez konkrétan beszerezzünk. A Somogy önkormányzat például az idén egy olyan busz beszerzését is vállalta, amely szintén a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság munkáját fogja hatékonyabbá tenni. Megoldódhat 3 Tolna megyei Dunaholtág évek óta tartó problémája. Faddomboriban, Tolnán és Bogyiszlón ugyanis régóta küzdenek vízhiánnyal, idén pedig a gond már igazán súlyossá vált. A vízügy most tervet készített a jelenleg hosszú távú kezelésre, a beruházás sorozat viszont több 10 milliárd forintos tétel lenne. Meg kéne kitalálni, jó, hogy jó működjön. 3 hete nyitották meg a Tolnai Dunaholtág és a Dombori közötti zsilipet. A műveletre azért volt szükség, mert utóbbi medrében vészesen alacsony volt a vízszint. Akkor a biztonságos üzemi működéshez 32 cm-nyi többletre lett volna szükség. A szokatlan szárazság és a forró nyár miatt a helyzet azóta sem lett sokkal jobb. Most a helyiek abban bíznak, hogy Paks felől a Dunán kapnak majd vizet, valamint pénzgyűjtésbe is kezdtek, arra az esetre, ha további beavatkozásra lenne szükség. Ezt mondja Fad múlt hónapban leköszönt polgármestere. Összegyűlött közel 10 millió forint a vízutánpótlásra. Ha szükséges lesz, akkor a vízügy a folyóból be fog emelni a szükséges mennyiséget.
hogy a strandszezon az zavartalanul lezáruljon. Nem csak Domboriban, hanem a Duna tolnai és bogyiszlói holtágában is szokatlanul alacsony a vízállás. Ez már évek óta tartó tendencia. A vízügy szakemberei ezért tanulmányt készítettek azzal kapcsolatban, hogyan lehetne tartósan orvosolni a problémát. Mind a három holtág rész külön-külön vízbetáplálást kapna, és mi folyamatosan ennek a tanulmány készítésénél jeleztük, hogy a legbiztosabb háttér a Duna folyó lehet a vízpotlások esetére. Ehhez viszont szivattyútelepeket kell kiépíteni az élő Duna és a holtágak közé. A terv az, hogy ezek majd napelemes rendszerekkel működnek, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket. A beruházáshoz szükséges forrás több 10 milliárd forint is lehet. A vízügy és az érintett három önkormányzat munkatársai most azon dolgoznak, hogy előteremtsék az erre fordítható pénzt. A tanév végével végleg bezárt a tolnamözsi általános iskola. Az évek folyamán egyre csökkenő gyereklétszám miatt már nem lehetett életben tartani a városrész oktatási intézményét. Az önkormányzatban egyelőre nem beszéltek az épület további hasznosításáról. A Mezsi iskola utcában nem lesz már iskola a jövőben. Az év végeztével úgy döntöttek az illetékesek, a jogszabályi előírásokat betartva végleg megszűnik az oktatás. Az elmúlt években a statisztikák azt mutatták, folyamatosan csökken a gyereklétszám, a következő tanévre már csak 7 új elsős beiratását jelezték. Jogszabályok és a szakmaiság egész egyszerűen nem indokolja azt, hogy ilyen nagyon alacsony létszámú osztályokban folyjon az oktatás a Mezsi iskolában. A magasabb osztályokban is minimálisan kötelező 14 fő alatti tanuló létszámot regisztráltak, így csak összevonásokkal lehetett volna életben tartani az iskolát. A Perszófer Ágnes azt mondta, maguk a pedagógusok is érezték a helyzet tarthatatlanságát. Annak ellenére, hogy a környező két óvodában lenne elég gyerek a működtetés fenntartásához, a szülők más iskolába iratták a gyerekeket. Az önkormányzat a tanévzárót követően már elhelyezte a még itt tanítókat és az alkalmazottakat, valamint a még idejáró gyerekeket a város más iskoláiba. Az iskola ígéretet tett arra, hogy akár pedagógiai asszisztenssel, akár délután is tanítóval a pici gyerekeket ki fogják kísérni, illetve várni fogják a busz megállóban. A település részen számtalan ötlet merült fel eddig, mire kívánja használni az épületet az önkormányzat. A Perszófer Ágnes kijelentette, a híresztelésekkel ellentétben eddig semmilyen módon nem tettek lépéseket a Mezsi épület további hasznosításának ügyében. 500 versenyző mérte össze egymással tudását a lovasíjász országos bajnokságon. A sereg szemlére, aminek hagyományosan a Kassai völgy ad otthont, Erdélyből is érkeztek résztvevők. Több százan érkeztek a hétvégén a kaposmérői Kassai völgybe. Ezúttal ugyanis a hagyományos nyílt nap mellett az országos lovasíjász bajnokságot is itt rendezték meg. 50 induló volt, van a senior kategória, az 50 fölöttiek, van a felnőtt kategória, van az Amazon, a hölgyek, és vannak a juniorok. És mindegyik borzasztó erős mezőny, tehát egy iszonyat jó versenyen vagyunk túl. Most én azt gondolom, hogy a legjobb lovasíjászokat láthatjuk itt a pályán, ők maradtak a végére. A völgyben 1994-ben rendezték meg az első ilyen versenyt, azóta két évente érkeznek ide a legjobb lovasíjászok. Ez egy standard versenyszám, 9 vágta, egy 99 méteres pályán, egy célra leadott annyi lövést, amint az íjász meg tud lőni. Így nagyon nagyban ez a versenyszabály. Ló vágtába kell megtegye ezt a távot 20 másodperc alatt. A látogatókat nem csak a verseny, hanem a csodálatos környék is vonzotta. Eljöttünk, hogy megnézzük ezt a lovasíjász versenyt. Igazából ez a Kassai völgyetük nem voltak még itt a fiatalok. Szerettem volna nekik megmutatni ezt a kis gyöngyszemet, amit itt a Lajos létrehozott. Hát igazából mi is íjászkodunk a faluba kis csapatként, és itt igazából hát tanulni jöttünk mi is egy kicsit, szóval tanulunk itt a dolgot, tanuljuk a dolgokat, meg hát itt az nagyon szép olyan dolog van, amit szívesen mutatok a srácok, meg ők is szívesen megnézik. Az országos bajnokság mellett kiegészítő programokat és nyílt napi bemutatókat is láthattak az érdeklődők. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Grúz vállalkozások képviselői Baranyában turisztikai és borászati szakemberek látogattak megyénkbe. Mintegy 120 program várja az érdeklődőket, indul a 6. Zsolnai Fényfesztivál. Átvették a csapatzászlót a sárkányhajósok, ünnepélyes gyűlést tartott az egyetem sportirodája.
Fontos a helyes nyelvtudás, anyanyelvi tábort rendeztek Pécsen. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre van kilátás, délután a Dunántúlon erősebben megnövekszik a felhőzet. Főként nyugaton, délnyugaton alakulhat ki eső, zápor, néha zivatar, máshol csak elvétve lehet egy-egy rövid zápor. Az északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz. Hajnalban 12-19 fok várható, a maximumok pedig 25 és 31 fok között alakulnak. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!